Az 58 éves Mickoszki Magda csak nem 2 éve dolgozik egy nagybecskereki harisnya készítő üzemben. És mit mondja, számára sokat jelent ez a munkalehetőség, ugyanis ahhoz, hogy teljesítse a nyugdíjba vonuláshoz szükséges feltételeket, még néhány évig dolgoznia kell. Én itt nagyon jól érzem magamat, ezelőtt dolgoztam a Pompéjában, dolgoztam az Renyanini Udárniki harisnya gyárba. Hát, én mondom, tényleg a normát, nem hajtom a normát az invalid miatt, de közel vagyok a normához már. A nagybecskereki Imszaplet harisnya üzem 35 munkást foglalkoztat, közülük 3-an megváltozott munkaképességűek. Azok a cégek, amelyek kizárólag megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatnak, az átlagbér 50%-ának megfelelő támogatásban részesülnek. A többi magánvállalkozó csak az első évben kap támogatást, ami igaz, hogy jelentős, de nem motiváltak, hogy megtartsák a munkásokat. Az év végéig lehet jelentkezni a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal azon pályázatára, amely a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására vonatkozik. Jelenleg 2 pályázatra lehet jelentkezni. Az egyik a munkatapasztalat nélküli megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására vonatkozik, amelyen keresztül megtérítjük a béreket. A második pedig az úgynevezett speciális körülmények közötti foglalkoztatást érinti. Közép-Bánát területén 640 megváltozott munkaképességű személy szerepel a munkanélküliek nyilvántartásában. Közülük 480-an nagybecskereken élnek.